Sziasztok! Kinga vagyok, és ez most egy olyan videó lesz, ahol olyan köteteket fogok megmutatni, amikhez tulajdonképpen ingyen jutottam hozzá, hol ezért, hol azért. El fogom mondani ezt is. De nagyon izgalmas kötetek várnak ránk. Az első ilyen kötet, amit nagyon szeretnék megköszönni a szerzőnek, Christine M. Fourier, Joanne, a Hamilton kisasszonyok, a társalkodó nő szerzőjétől ez van, még ráírva erre a borítóra. Ez a New Line kiadónál jelent meg 2023-ban, azaz most, amúgy a könyvhétre jelent meg, és dedikálást is kaptam a szerzőtől, úgyhogy ezt innen is nagyon szépen köszönöm. Ez a kötet arról szól, hogy Joanne egy 16 éves lány, aki Londonban élt, viszont sajnos elhaláloztak a szülei árván marad, és ezért egy vidéki kisvárosba kell költöznie a nagynényéhez, akinek egy teaháza van. És hát itt elkezd bálokba járni, szerelem se fogja elkerülni, és az ő kettőjük életét fogja tulajdonképpen ez bemutatni, ha jól értem, hiába csak a Joanna fő cím, de itt alul ugye Hamilton kisasszonyok is rajta van. Nagyon kíváncsi vagyok a történetre, ugyanis ilyen címkéket láttam rajtam olyan, hogy történelmi romantikus, családregény, 19. századi Anglia, ami mindig elég érdekes szokott lenni, és egy különleges címke, ami nem annyira nagyon szokott feltűnni, a tea kultúra, úgyhogy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban fogunk még információkhoz jutni, illetve hát rajta van még a család, családregény, fejlődésregény, felnőtté válás is, amik szintén mindig izgalmas témák szoktak lenni. Úgyhogy 19. századi Anglia, kisváros, kisasszonyról van szó, úgyhogy nagyon kíváncsian várom ezt a történetet, és még egyszer köszönöm. A következő történetek, amik most szóba kerülnek, ezt a MOL oldalán tulajdonképpen észrevettem, hogy van egy ingyen elvihető zóna, és egy ugyanabban a városban lakó személy is tett fel köteteket, és megmondom őszintén, lecsaptam rá, mert nagyon érdekes történeteknek tűntek nekem. Volt ezen kívül is, amit még kaptam tőle, de azokat már továbbítottam annak a személynek, akinek azokat szántam. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, a nevét nem merem elmondani, mert nem tudom, hogy engednie, úgyhogy maradjon így egy kicsit a homályba, aztán majd, ha engedi, akkor utólag hozzá fogom esetleg a leírásba rakni, vagy a majon feltüntetni, ahogy szeretni. És akkor kezdjük is el. Ez a, nem lesz olyan nagyon sok, ez 5 kötet lesz, nagyon sokat most nem hozok nektek, de én szerintem ezek is megérik azt, hogy beszéljünk róla. Az első, egy könyvmúlt képző kiadós történet, méghozzá Vörös Pöttyös, egy kicsit a múlt segítségű hívom, hiszen ezek új kötetek számomra. Ez pedig nem más, mint Tamara Ireland Stone-tól az Elválaszt az idő. Itt Chicagóba járunk, ha jól értem, és két személy van, akik az egyikük 95-ben, a másikuk 2012-ben él. Ja nem, az egyikük Chicagóban, ráadásul, és a másikuk San Franciscóban. Anna és Bennett, akik normál körülmények között nem találkoznának, de valamiért ebbe a korba, egy korba kerül a két fiatal, és hogy ők együtt maradhatnak el, ha igen, hogyan, milyen ára van ennek. Úgyhogy egy ilyen időutazós, ifjúsági, romantikus történetre számítok. Meglátjuk majd, hogy milyen lesz. Aztán ez a kötet, ez 2002-es, és majdnem elfelejtettem. A kiadót azt mondtam, és már megint a szerző kívül a fordítója, Cicelszky Judit fordította. És akkor mehetünk is tovább. A következő történet az egy Libri kiadás 2018-ból, ez pedig nem más, mint Mark Lamprell, Találkozzunk Rómában. Hát ez a történetről nem sok minden van a molyon fent felcímkézve, csak annyi, hogy Olaszországban, Rómában játszódik, és egy romantikus történetről van szó.
De így elolvasva a fülszöveget, tulajdonképpen három történetet fogunk megismerni. Már nem novellás kötet lesz, de három történet van benne, vagy három élettörténet. Van egy 19 éves Alice, aki képzőművészet szerelmese, és már van egy vőlegénye, de a mestere tanácsára vakációra indul Rómában, ahol megismerkedik egy sármos fiatalemberrel, és akkor a többi gondolom a szokásos, de hogy sikerül-e nekik együtt maradni. Alec és meg a házasságok végnapjait élik, a feleséget kevésbé foglalkoztatja a kapcsolatuk helyreállítása, mint inkább a lakás felújítása, de belekeverednek valami emberkereskedelembe is, hogy megmarad-e ez a házasság. A harmadik történet pedig Constance és Lizzie, egy két idős hölgy, a rokonuk Henry hamvait szeretnék szétszórni, és akkor itt is van valami megcsalásos történet, hogy mi az igaz, mi a nem, és ez mind Rómában történik, és ez egy könyvben fogjuk megkapni. Úgyhogy ez is olyan kis izgalmas, romantikusnak tűnik, és bizony, bizony a borítónak igaz, hogy a hátoldalán, de van eper, úgyhogy ezt a gyümölcs a borítónra el fogom fogadni, ha majd nem felejtem el felvinni. Úgyhogy ez is izgalmasnak hangzik. Nekem maga a három történetet, hogy hogy fogja egybefűzni az író, izgalmasnak tűnik. Aztán következő egy, és megint, ezt a történetet pedig fordította Komáromi Rudolf. A következő történet a Helikon kiadásában jelent meg itthon, és igen, a Helikonnál 2018-ban, mert úgy látom más kiadás is volt. Ez pedig nem más, mint Nick Hornby-tól, a Mesztelen Juliet. Itt, ha én jól értem, ez valami filmadaptáció, és a szerzőnek nem az első regénye, és talán meg is van filmesítve az a másik is, valamilyen popcsajok, stb. Írójától. Tehát én azt, nézzétek el, nem olvastam, de azt mondja, hogy nagyon jó, mert itt egy rockzenészt fogunk látni, aki 86 óta nem ír semmit, és akkor valamit majd megint fog, és az egyikük úgy gondolja, hogy ez nagyon jó, a másik úgy, hogy kevésbé, és valamilyen ilyesmiről szól, meg leginkább a zenéről, ha jól értem, mert a Mojon is nem a romantikus címke szerepel rajta, hanem csak a párkapcsolat, és popkultúra, zene, zenész, ilyenek vannak rajta is 21. század. Úgyhogy majd meglátjuk, mert ugye, hogy Andy boldogtalan, úgyhogy hát kíváncsi leszek rá, hogy ez hogy fogja felforgatni az életüket. Itt annyi, hogy egy olyat írt még valaki, egy édes, eszes, vicces, egyszerűen elbűvölő. Ezt is ugye megfilmesítették. Nem tudom, hogy majd meg fogom-e nézni, minden esetre először mindenféleképpen a könyvet fogom sorra keríteni. Aztán meglátjuk a filmet is. Lehet, meglátjuk. J. Daniels a következő fordító, vissza. A Mesztelen Julietet pedig fordította M. Nagy Miklós. A következő történet pedig az Álomgyártya nem, butaságot beszélek, Libri kiadású. A borító miatt gondoltam hirtelen Álomgyárasnak, nekik vannak ilyen borítójuk, elnézést. 2018-ban jelent meg, ez pedig nem más, mint G. Danielstől, a 8 betű szavak, szeretet, gyűlölet, hazugság, mocskos kis titkaink első része, tehát ez egy sorozat része lesz. Én úgy látom, hogy ezen kívül még egy jelent meg, de angol nyelven már több is. Ez a történet, ez arról szól, hogy van egy lány, akinek a barátnője szakít a párjával, mert hogy megcsalta a barátja, vagy valami ilyesmi, hogyha jól értettem, de azért, hogy ez a barátnő, ez nagyon fejlegesíti magát, és fel akarja hívni a fiút, hogy hogy képzelte ezt, és lehordani a sárga földig, és stb. Stb. Ehelyett viszont egy olyan férfi vette fel, aki egy téves számot hívott fel, és
Hát hirtelen bajba kerül, mert ez a srác meg nem akarja letenni ezt a telefont, és ahogy mélyül majd a kapcsolatuk, nagyon sok mindenre fog a múltból fény derülni. Olyanok vannak rajta, mint baleset, barátság, csiklit, erotikus, pornográfia, new adult, romantikus, tenger, testvérek, váltott szemszög, víz és sportok. Hát nem tudom, hogy miről fog szólni ezen kívül a történet, mert így hirtelen ettől az egyik címkétől gondolhatjátok, melyiktől meglepődtem és megijedtem, de mert azért van, amit szeretek, és van, ami már az én határaimat is súrolja, de minden esetre kíváncsi leszek erre a történetre is. Érdekesen hangzik. Van lehet pont. Nem, meglátjuk. Attól függ, hogy van mindig minden megírva. A következő történet Daniel Steele, a ház címmel. Én Daniel Steele-t az én csatornámon már láthattátok. Én szerintem ő egy nagyon jó írónő, nem véletlenül jelent meg már ennyi könyve. És itt valami olyasmiről szól a történet, mert itt is csak annyi van rajta, hogy romantikus regény, tehát nem nagyon van felcímkézve a molyon, hogy Sarah Anderson minden megkapott a sorstól, és hogy szép, okos, sikeres ügyvéd, viszont a magánélete romokban, és hirtelen kap egy örökséget, és akkor innentől kezdve fog felborulni az élete. Mondjuk azt megmondom őszintén, már főszöveg alapján se értem, hogy miért írja azt, hogy a pénz éppen jókor húz Sarah ölébe, hogyha sikeres és okos és szép is, akkor elvileg ugye mindennel rendelkeznie kéne, úgyhogy innentől kezdve már érdekesnek tűnik. Lenne tippem, de azért nem akarom saját magamnak se lelőni a poént, de Daniel Steele-t mindig is szerettem, mindig is szeretni fogom, és elvileg ezt nem olvastam. Egyetlen egy problémám, Mecénás kiadónál jelent meg ez a történet, és a fordítója F. Nagy Piroska. Nem tudom, az előbb mondtam a fordítót a 8 betű szavaknál. Mindig elfelejtem. Nem tudom, hogy kellene beleverni a fejembe. De ha megígértem, akkor is. Jó, a 8 betű szavakat azt Babits Péter fordította, és akkor ezt pedig, akit említettem az előbb. De na legyek már ilyen. F. Nagy Piroska, és ez pedig 2000. 2006-ban, illetve 2016-ban is megjelent. Szóval az ő könyveivel egy bajom van, hogy nagyon sokszor túl sok címmel jelentek meg. Azt hiszem, hogy öt cím a legtöbb, ami egy kötetre vonatkozik, és az ember nagyon könnyen bele tud szaladni, hogy úristen, én ezt már olvastam típusú történetbe. És azért a mai világban, amikor amúgy is olyan drágaság van, nem mindegy, hogy az ember mit vásárol. És akkor most ez volt az, amit a Mojon sikerült beszereznem, tulajdonképpen ingyen, és nagyon-nagyon örültem neki, és nagyon megköszöntem szépen. A következő történetek viszont egy, hát az az igazság, hogy egy nagyon régi beszerzéseim, még valamikor a nyáron szereztem be, és valamiért elkezdtem valamit keresni a Mojon, és rájöttem, hogy úristen, én ezeket a köteteket elfelejtettem felvinni, de biztos, hogy megemlítettem őket, hogy vagy volt a könyvtárakban ilyen, meg szokott is lenni, ilyen ingyen elvihető rész, amit olyan leselejtezett történetek vannak. Na hát ott bukkantam még, itt ez sem lesz olyan nagyon sok kötet, azért 2, 4, 6, 7 kötet lesz, de ahogy látjátok, eddig is 13 percnél járunk, tehát nem túl sokat beszélni ezekről se, hiszen nem olvastam, inkább csak, hogy miket sikerült beszerezni, ez tényleg arról szól. Az első kötet, én nagyon szeretem ugye Nóra Robertsnek a G.D. Robb álnéven írt sorozatát, de azért Nóra Roberts leginkább a romantikus regényeiről híres, és ezek között is vannak jók, bár én nekem az a krimi sorozata jobban bejött, viszont találtam egy ilyet, amit még nem olvastam, Nézd meg az anyját címmel, pedig ez egy 2019-es történet, ezt a Vinton és a Harlekin kiadó is kiadta, hát hogy ezt melyikük, azt innen szerintem nem igen fogom megtudni, de szerintem ez a Vinton kiadása lesz, mert a Harlekin nem így szokott kinézni, de amúgy teljesen, várjunk csak. Na, mindegy, mégis nem is ez a lényeg, csak érdekes, hogy
Nincsen sehol. Még azért ilyennel nem nagyon találkoztam. Viszont itt a fordító sincs benne. Hát igen, azért ezek nem olyan kicsit megviseltebb történetek. Itt is hiányzik. Látszik, hogy hiányzanak oldalak, vagy hiányoznak oldalak. Na de a lényeg, nézd meg az anyát. Ez azért keltette fel a figyelmem, mert annyira vicces a dolog. Tudom, hogy mire szokták ezt mondani, és tudom, hogy mi az értelme, de hát azért mégis. És ez David Brady, filmproducer és Clarissa története, a híres jósnő. Az egyik, ugye a filmproducer próbálja a jósnőt rávenni, hogy egy dokumentumfilmben szerepeljen, a parapszichológiai jelenségekről fog szólni, és akkor megjelenik Aurora J. Fields ügynök is, aki a jósnő jogait próbálja tulajdonképpen előtérbe helyezni. És kiderül, hogy a lány örökölte az édesanyjának a tehetségét, és gondolom valamilyen romantikus történet lesz. Itt azért a 20. század romantikus regény, család és jóslás az, ami felkeltette a figyelmemet, hiszen a jóslás címke sem olyan sűrű, és majd valami kihívás az jól fog jönni, meg romantikus, tehát rossz nem lehet. És aztán ugye a nagy szerelmeim mindig a ifjúsági történetek, a fentezés, a történelmi romantikus és stb. Mellettem, hogy mindig nehéz, mert nagyon sok mindent szeretek tényleg. Tehát nem nagyon tudok, tehát abszolút hangulatfüggő, hogy melyikhez nyúlok hozzá, de ilyen egy síkon van a romantikus, a krimi, az ifjúsági, fantasy, tehát hogy hirtelen melyikhez nyúljak, azt szeretem, hogy ez így mindegyben van, és akkor az az én legkirályságosabb könyvem. Ezért szerettem valószínűleg például a Sarah J. Maasnak a Föld és Vérházát, meg az Ég és Lélegzetházat, mert abban minden van. Van benne nyomozás, van benne szerelem, fantasy, ugye egyértelmű. Úgyhogy romantika, minden van benne. Jó, és akkor azért ne kezdjek el másról beszélni. Ez a következő történet Szombati Viktortól a Két kard és két kard, két oroszlán. Ilyen nagyon régi kiadású a történet. Ezt a Móra könyvkiadó adta ki, és hát úgy látom, erről se sok mindent fogok tudni. Hát ugye, mivel magyar a szerző, ezért itt a fordítót nem is kell keresnem, elég inkább csak a kiadást akartam, de hát alatta így néz ki a védőborító alatt, hát elég viharvert a példány, viszont nagyon érdekesen hangzik. Ez bár ifjúsági, de történelmi regény, és egy felvidéki városba szól. Egy kicsit fogok puskázni, mert tényleg most akadtam rájuk, nem nagyon volt időm megnézni, tehát egy kosztümös korba megyünk. És hát ilyen csetepatékról szól. Két szomszéd város, Kismár és Lőcse, harca bontakozik ki a szemünk előtt, a vámjogi vitákból valóságos háborúvá, és amelynek végül is hatalmi szó vett véget, de ekkor már jó néhány polgárstiben megkeseredik, és hajszálon függ a regénybeli szerelmesek boldogsága is, és ami itt jön, ízes nyelven megírt, mosolygós humorral fűszerezett regény bővelkedik izgalomban is, váratlan fordulatokban is, miközben hőképet rajzol a történelmi Magyarország két szepességi városának mindennapjairól. Nagyon kíváncsi vagyok erre a történetre is. Én szerintem nagyon izgalmasan írták meg a fülszöveget. Úgyhogy jónak néz ki, meg hát Móra kiadás, tehát ez nálam mindig egy viszonylagos garancia. Sajnos olvastam el tőlük is rosszat, de hál' Istennek elenyésző volt. Talán egy vagy kettő. A következő két történet az egy írótól fog származni, méghozzá Tehnős Pétertől. Ez 1982-ben szintén Móra kiadású a történet. Ez 41. december 7-én reggel 7 óra 50 perckor vagyunk. Ezen ilyen címkék vannak amúgy, hogy Csendes Óceán, Második Világháború, Háború, Hadsereg, Japán, mint ország, katonaság. Tehát elég sok helyen fogunk járni, de biztos kitaláltátok, hogy Pearl Harbor története jelenik meg itt.
és John Smith a főszereplőnk, aki hát tulajdonképpen úgy látom, hogy egy kis lelkismert furdalással, meg rádöbben, hogy előre tudta volna jelezni Harry Brown-nak, az amerikai hadiflotta titkosszolgálatának tisztjét, hogy vagy szóltott volna neki, hogy jönnek a gépek, és tudta volna őt figyelmeztetni. A 12 éves kisfiától és a 6 éves kislányától tudta meg a információt, méghozzá Jesi Kavától, a kisé óvatlan kémtől nyerték az értesülést ez a két gyerek. Úgyhogy hát Pearl Harbor, második világháború, meg ezzel az indítással nagyon érdekesen hangzott ez a történet, és úgyhogy ezt is hazahoztam. A következő, ami még Teknős Pétertől van, az kemény táblás volt, amúgy ez érdekes. Ez 1974-es eredeti megjelenésű, de szerintem ez egy kicsit nekem fiatalabbacska. Ezek a Delfin könyvek tök jók, amúgy én szeretem őket. Hát, mégis mindegy, hogy milyen, hogy mikor a kiadás, de egy Móra kiadásos Delfin kötetről beszélünk. Itt szintén Észak-Amerikában vagyunk, Abraham Lincoln idejében, ugye, amikor az Észak és Dél háborúja zajlik. Itt a... Hát írja a történet hős egy kitalált személy, ugye, hát ezt... Tehát nem szigorúan úgy történelmi a regény, hogy teljesen korhű. Gondolom Lincoln az, aki igen. De Jack Andrews egy belevaló paraszt legény, aki hóp és vidámsága, természetes esze, megbocsátható kíváncsisága minden bajból kivág, és minden jelentős eseményhez elvezet. Itt azt írja amúgy, hogy megismerhetjük a rabszolga felszabadító Észak minden jelentős csatáját. Az ő jóvoltából eldiskurálhatunk a híres elnökkel, gondolom akkor Lincolnnal, és Észak híres hadvezéreivel. Úgyhogy... Ez érdekes a történet. Az amerikai polgárháború észak és dél csatái mindig is vonzották az embereket, és azért az 1860-as évek Amerikája amúgy is elég izgalmas téma mindig is. És akkor jöjjön egy másik író. Ez nem más, mint Kosztolányi Dezsőtől az Esti Kornél. Én úgy gondolom, hogy nagyon nem kell sok mindent hozzáfűzni. 1933-ban jelent meg az eredeti megjelenés. Ez a megjelenés itt, ami nekem van, ez a Talentum diákkönyvtár adta ki. Ez nekem várólistán volt ez a történet, úgyhogy mindenféleképpen hazahoztam, aztán majd meglátjuk, hogy marad-e a polcon, de a 303 magyar regény rajta van, mint címke. Klasszikus, az egyértelmű. Budapest nyugatosok, ilyen összetett regény, utazás, online olvasható ezek szerint, úgyhogy ott is el lehet olvasni, elbeszélés, és a novellát nem tudom, hogy mondtam-e, meg a nyugatosokat, de az a lényeg, hogy talán nagyon bemutatni nem kell. Engem, ami vonz ember a történetben az, hogy a játékot emeli ki nagyon, hogy játék az egész élet és a világ gyökér kérdéseivel kérdéseivel folyik a játék, és a játszó ember grimasz mosolya, néha idegen kacagása mögött egy új bánat vonaglását érezni. Én nekem erről mindig azért teszem, hogy a sírva vigad a magyar, azt szokták mondani. Azért én remélem, hogy nem lesz annyira rossz a történet. Én ezt nem olvastam még, tehát ez egy hiányosságom, több is akad, de hát majd meglátjuk, mennyire fog nekem tetszeni Kosztolányi Dezső története az Esti Kornél, illetve hát ennek a novellái. Aztán a következő és egyben utolsó két történet szintén egy írótól származik, aki nem más, mint Révai József. Az első az Révius ezredes utazása. Ennek így néz ki a borítója, azért is nyitottam ki én is, hogy mi is ez. Itt annyi van rajta, hogy elbeszélés, szintén online olvasható, ókor, Róma és történet, füzér.
Tehát gondolom, hogy nem. És a kiadót nem is tudom, mert itt úgy látom, hogy van valami fapados könyv, de itt is van egy Móra kiadásos történet is. Végül is mindegy. De itt megint ugye a történelmi vonatkozás fogott meg egy kicsit, bár a történelmi regény nincs rajta, hogyha már kíváncsi leszek rá, de itt olyanok vannak, mint tehát ez a Revius Joscus, római ezredes alakját magára öltve, az író, beutazzuk a római birodalmat, mint Bunus Sziciliai rabszolgakirály, Catullus költő, Lucullus győzelmi lakomáján vagyunk, Mecénással és Horáciusszal találkozunk, Caligulával, Aurelianusszal, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek erre a történetre is. És az utolsó történet pedig nem más, mint a Márvány menyasszony, ugye ugyanettől az írótól, szintén egy elbeszélés, 1972-es eredeti megjelenésű. Itt egy borostyánkő faragóval találkozhatunk, Aelia Soránával, és a Pannóniai Szaváriában a vőlegénye tragikus események áldozata lesz, és ezt a lányt ezt nagy szeretettel, megbecsüléssel veszik körbe, és magukkal viszik Aquiliába, felszabadítják a rabszolgasorsból, Itáliába, Görögországba kerül tanulmányútra, és végül is Aurelius ezredes felesége, Sorana, szoborrá formálhatja életének legszebb álmát, a lebegő álmot és pszichét. Úgyhogy 1970-ben elhunyt író utolsó ifjúsági regénye ez a történet. Nem tudom, hogy milyen lesz, én még Révaitól nem olvastam, de hát ifjúsági és történelmi, úgyhogy reméljük, hogy izgalmas téma és izgalmas könyv lesz ez is. És hát ennyi is volt ez mára, azért elég sok történetet újat tudtam, remélem nektek is mutatni. Újakat és régieket is, egy kicsit bepótoltam az elmaradásomat. Jó hétvégét mindenkinek, aki a könyvfesztiválon van, az érezze jó magát helyettem, és vigyázzatok magatok!